Megköszönték az adományozók felajánlásait a Magyarok Kenyelet 15 millió búzaszem programban. A Heves megyei gazdálkodók előbb egy szentmisén vehettek részt, amelyen Izajás próféta mondatát járták körbe, oszd meg az éhezővel kenyeredet. Az ünnepséget a megyeházán tartották, ahol előbb együttműködési megállapodást kötött egymással a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Heves megyei szervezete és a Heves megyei kormányhivatal. Elhangzott, a kamara, a hivatal és a gazdák közös munkája már évek óta folyik, ezt csak megerősítették. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke szerint a drágulások és az aszály ellenére van miért köszönetet mondani idén. A gazdatársadalom még inkább összekovácsolódott. A kevesebből is adtak, 19,7 tonna búzát gyűjtöttek, amiből 13,7 tonna lisztet őrölt a helyi malom. A Somogy megyei gazdák felajánlották, hogy a külhoni rászorulóknak sajátjukból küldenek Heves megye nevében lisztet, így a helyi termelők felajánlásait teljesen helyben használhatják föl. Itt Heves megyében rendszeresen a katolikus karitásznak adjuk át ezt a fölajánlott adományt. Ez évben sem történik ez másként. Annyival egészül picit ki, hogy van gyermekközpont, aki megkeresett bennünket, hogy szeretne részesülni ebből a lisztadományból. Mi nagy szeretettel ajánlottuk föl számukra is ezt a lisztadományt. A korábbi években is az egri főegyház megyei karitász kapta a felajánlott lisztet, amelyet aztán szétosztottak a rászorulók között. Idén az alapanyag fölértékelődött, hiszen korlátozottan kapható a boltokban. Árvai Ferenc szerint több most a rászoruló család. Volt, hogy korábban több lisztet adtunk, most talán lehet, hogy kevesebb jut, hogy még több családnak tudjunk adni, de emellé már mi is a katolikus karitás is készültünk. Az elmúlt héten 22 millió forint értékben vásároltunk tartós élelmiszert, aminek a beszerzése manapság nem is olyan egyszerű, de hála és köszönet a nagy kereskedőnek, aki ebben segített bennünket. Az ünnepségen még több politikai és szakmai szereplő is mondott beszédet, majd a szokásoknak megfelelően oklevéllel köszönték meg a szervezők, a gazdák és más a programban részt vállaló cégek segítségét. Az akcióhoz pénzadományokkal magánszemélyek is hozzájárultak, erre a módra még most is van lehetőség.